Hát az életem során már nyugodtan mondhatom azt, hogy a legnépszerűbb emberektől kezdve, a politikai beállítottságú emberektől kezdve mindenkinek sikerült főzni, még anno az úgymond átkocsba is, ugye amikor 3 napig nem tudtunk hazamenni a szabadságszállóból, mert ilyen-olyan különböző emberek. Ez egy olyan dolog, szakács az mindig egy meghatározó ember. Nem mindenki teheti meg államfőknek, stb. Főzni, ugye ez egy ilyen bevett szokás ebbe a világba. Nagyon megnézik, hogy kik főzhetnek, lekáderozás, meg stb. Ez régi világban ez megvolt, ez a mai világban is ugyanígy megvan. De elmondhatom, hogy a különböző olyan miniszterektől kezdve mindenki, aki a politikába is megfordult, fészekluktól kezdve, a kilói balettől kezdve, az összes olyan kulináris értézménytől kezdve, a táncosoktól, a színészvilágtól kezdve, mindenkivel olyan kontaktusban voltunk, hogy tényleg szinte pertú haverokat.